Ezeket a serlegeket vihetik haza a legeredményesebb versenyzők a vasárnapi Szabolcs kupán. Idén már 15. alkalommal mérik össze tudásukat a kozmetikusok, fodrászok és műkörömépítők, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára. A jubileum alkalmából kaptak kék-fehér színt a díjak is, tette hozzá nagyné Varga Katalin, ez ugyanis a kamara színe. Ezek a felvételek a tavalyi Szabolcs kupán készültek, a szervezők idén is hasonló hangulatot ígérnek. A szakma már országos szinten jegyzi ezt a versenyt. Ez az is bizonyítja, hogy ebben az évben rekordot döntött a jelentkezők száma. Összesen 188 főre számítanak. A három szakma közül a fodrász a legnépszerűbb. Ebben a kategóriában összesen 124-en neveztek. Idén két új kategória is bekerült a versenyszámok közé. A kategória frissítésre azért van sor, hisz azért a nemzetközi szinten azért figyelünk, és benne vagyunk ebbe a körforgásba, és hát azért nekünk is ezt követni kell. Ha ott úgymond trendi, és ott nagyon sok versenyzőt vonz, úgy gondoljuk, hogy Magyarországon miért ne, és hát ez bizonyította azt, hogy ez a két kategória bekerült úgymond a versenykírásba, ez nem más, mint a hajtetoválás és a barber csata, vagy borbély csata, ki hogy nevezi. Mind a három szakmában tanulók és profik egyaránt indulhatnak a kupán külön kategóriákban. A diákok általában kevésbé jelentkeznek a megmérettetésre, pedig az oktatók szerint ez jó tapasztalat lenne mindenki számára. A nappali és alkalmi smink mellett egy úgynevezett all-in glamour, csillogó, fantázia sminket is elkészítenek a versenyzők, de egy új kategóriában is indulhatnak ebben az évben. Ez a fantasy make-up, ami egy gyakorlatilag egész testet körbe ölelő sminket jelent, egész testet lehet sminkelni, nincs semmiféle megkötés, bármilyen díszítőeszköz használható, és ami az érdekessége ennek a számnak, hogy reggeltől gyakorlatilag elkészíthető már folyamatosan napközben ez a smink, és csak délután 3 órakor kell a kész munkát bemutatni. Itt nem a páston dolgoznak a versenyzők, itt a színfalak mögött fognak kapni egy külön termet. A sajtótájékoztatón elhangzott, a műkörömépítő és díszítő versenyszámokra is a felnőtt kategóriákra jelentkeznek nagyobb számban. Műkörömépítésnél klasszikus francia manikürt készítenek majd porcelán és zselés változatban. A díszítő számokban már otthon előre dolgozhatnak a versenyzők. Az egyik kezét teljes mértékben otthon kidolgozhatja a versenyző, és a verseny idő alatt kell a másik kezét kidolgoznia. Itt ebben a versenyszámban a téma az orchideák. Igazából nagyon színes körmöket alkothatnak itt a versenyzők, megmutathatnak magukból egy kicsit, mindenféle kreativitásukat kijelhetik a versenyzőink. Ez egy síkbeli díszítés, amit itt elkészítenek. A másik díszítő kategória az a 3D média kategória. Ezt a versenyszámot igazából otthon elkészíthetik a versenyzőink. Ez egy térbeli díszítés. Az ingyenes rendezvényre mindenkit várnak a szervezők vasárnap reggel 9-től egészen délutánig a Váci Mihály Kulturális Központban Nyíregyházán. A verseny mellett szakmai kiállítással, színpadi programokkal és termékbemutatókkal is készülnek a szervezők, hangzott el a sajtótájékoztatón.